Parancsoljon képviselő úr, öné a szó. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt ház. A megemelkedett üzemanyagárak és az infláció miatt 2023. január 28-ától megemelték a munkába járás költségtérítését, ugyan nem akkora mértékben, amekkorát a Mi Hazánk Mozgalom javasolt, de adómentesen nyújtható maximális összeg mégis 30 forintra emelkedett kilométerenként, illetve a munkáltató által speciális helyzetekben kötelezően fizetendő költségtérítés szintje 18 forint per kilométerre nőtt. Mivel a munkáltató nem köteles a magasabb összegű költségtérítést biztosítani, ezért sok helyen a 18 forint kilométert lehet elszámolni, sőt, vannak olyan közintézmények, önkormányzatok, kórházak, ahol még ezt a minimum költségtérítést sem biztosítják, de erről majd legközelebbi alkalommal fogok beszélni. Sajnos a betegek ellátásához kapcsolódó utazási támogatás összege a Gyurcsány kormány óta nem változott. A szakrendelőkbe, kórházakba való eljutáshoz a beteget és kísérőjét együttesen kilométerenként 21 forint illeti meg, ha pedig a kísérő egyedül utazik a betegért, vagy a betegtől, akkor 18 forintot kap kilométerenként támogatás gyanánt, a helyi utazás költségeihez pedig nem is jár támogatás. Érdemes ezt is átgondolni. Még ennél is szomorúbb, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekek speciális fejlesztő intézményekbe történő napi utaztatásához a szülők és a támogató szolgálatok ugyanezt az alacsony összegű támogatást vehetik igénybe. Az SNI gyermekek fejlődéséhez pedig nélkülözhetetlen, hogy speciális foglalkozásban részesüljenek. A fejlesztő intézményekbe való eljutásuk nap mint nap óriási terhet jelent a családtagok számára. A Mi Hazánk Mozgalom álláspontja szerint a munkába járás költségtérítését 40 forintban lett volna jó megemelni, amíg ez nem valósul meg. Kérem tisztelt államtitkár úr válaszát azzal kapcsolatban, hogy a többségi társadalomhoz képest eleve hátrányos helyzetben lévő betegek és sajátos nevelésű igényű gyermekek utazása után miért nem jár a 30 forint kilométerenként, illetve tervezik-e ez esetben a költségtérítés összegének megemelését? Köszönöm szépen. Megadom a szót Rétvárgy Benszen miniszterhelyettes államtitkár úrnak, parancsoljon. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt képviselő, tisztelt ház. Nagyon fontos, hogy ezekre a célokra olyan összeget fordítsunk, amely érdemi segítséget jelent azoknak, akik amúgy is nehéz helyzetben vannak, hiszen az, hogy az egészségi állapotukat javítani tudják, vagy ahhoz, hogy egy SNI-s gyermeket el tudjanak juttatni a megfelelő helyre, ehhez állami támogatásra van szükség. Ez azt mutatja, hogy tényleg többszörös segítségre szorulnak. Ezért volt fontos az állam számára, és ezt az összeget emeljük, és most már a tavalyi költségvetéstől megnézi, 3,3 milliárd forintot fordítunk ilyesfajta utazási segítségekre. Itt ezeknek a legnagyobb aránya az a gépkocsival történő utazás, 3,1 milliárd forint. Itt SNI-s gyermekeknek a szállítására 856 millió forint, egyéb utazási költségtérítés, tehát nyilván itt egészségügyi célú, az 2,3 milliárd forint, és a kisebbik része a tömegközlekedés, ez összesen 192 millió forint, amelyben az SNI-s gyermekeknek a szállítása 73 millió forint, illetve egyéb utazási költségtérítés 119 millió forint. A jogszabálynak az a logikája, hogy aki tud tömegközlekedéssel utazni, tehát a kezelőorvosa azt mondja, hogy az egészségi állapota az megengedi számára, hogy buszra szálljon, vonatra szálljon, villamosra szálljon. Azoknak az esetében nyilvánvalóan a tömegközlekedést kell elsősorban javasolni vagy elfogadni. Akiknél viszont ez nem kivitelezhető, mert akár a betegség ezt nem teszi lehetővé, vagy SNI-sként olyan nehézségekkel küzd, ami miatt gépkocsival kell szállítani, az ő esetükben van gépkocsis szállítás, és mint ön is látja, a 3,3 milliárd forintból 3,1 milliárd forint esetében általában autóra is veszik igénybe ezt a fajta támogatást, miközben ugye a tömegközlekedésben is a gyermek vagy a kísérő akár 90%-os támogatásra is jogosult lehet. Ahogy önnek is említettem, igyekeztünk az elmúlt években is ezt a forrást megemelni, amennyiben erre tényleg több lehetőség mutatkozik, a továbbiakban is azt a politikát fogjuk követni, mint eddig. Köszönöm szépen! Miénk a jövő! Rád is számítunk! A fiatalok körében már a legnépszerűbb.